gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látják, köszöntöm nézőinket. Rövid híreinket arról az önkormányzatok közötti megállapodásról készített tudósításunk követi, amely a DD Gáz részvények felosztásával kapcsolatos. Vendégünkkel Iváné dr. Kamarás Zsófiával, az APEC Baranya megyei igazgatóságának adóbevallási osztályvezetőjével a május 31-i határidővel benyújtott társasági adóbevallásokról beszélgetünk. Az intelligens kártyák alkalmazásáról tartanak előadásokat és kerekasztal beszélgetést holnap a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A rendezvényen többek között szó lesz az Európai Unió adatvédelmi szabályozásáról, az elektronikus dokumentumok hitelességéről, a biometrikus azonosításról, valamint az intelligens kártyarendszerek önkormányzati egészségügyi és multifunkcionális alkalmazásáról. Az Európai 5 per C közlekedési folyosó kiemelt fejlesztési program a magyar, a horvát és a bosnyák térség számára. A magyar szakaszokhoz kapcsolódó útvonaltervek és hatástanulmányok most elkészültek. A szakemberek az eredményeket ismertetik azon a nemzetközi konferencián, amelyet az M6-os és az M56-os út és környezete regionális fejlesztési tanács rendez holnap Pécsett. Pécs megyei jogú város közgyűlésének gazdasági, tulajdonosi és vállalkozási bizottsága tegnap zárt ülésen tárgyalta azt az önkormányzatok közötti megállapodást, amely a DD Gáz részvények felosztásával kapcsolatos. A testület támogatta a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Részvénytársaság által előterjesztett javaslatot. A gázművagyon azon részéről van szó, amely az Alkotmánybíróság döntése értelmében az önkormányzatokhoz kell, hogy tartozzon. Ezen belül is a cégműködtető vagyon felosztása volt az egyeztetések témája. Alapjaiban vagyonarányos, de egy kombinált vagyonarányos táblázat készült el. Két szélső eset lehet. Az egyik, amelyben a létszámaránya felosztási alap, és amellyel a nagyobb települések javára billenne a mérleg. A másikban csak és kizárólag a gázvagyon szerinti elosztás képezi az alapot. Ilyenkor viszont a nagyobb települések rosszul járnának. Az ügyet intéző és bonyolító Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Részvénytársaság egy kombinált számítási móddal állt elő. Ennek a lényege az, hogy kb. 75%-ba súlyozza a gázművagyonra településenként, de kivesz egy néhány tucat millió összeget, amelyet viszont felosztana az oly módon rosszul járó nagy önkormányzatok között. Tehát így a tipikus kecske és káposzta helyzetet próbálják előállítani. A közelmúltban három megbeszélés is zajlott a DD Gáz RT működési területén, és úgy tűnik, hogy a kombinált módszer elnyeri az érintett 150 település önkormányzatának tetszését. Pécs esetében ezt a bizottság ülésének döntése is bizonyítja. Itt most csak böcsülni tudjuk ezt a bizonyos működtető vagyont. Olyan 800-900, maximum 1 milliárdra becsüljük. Ez azt jelenti, hogy ha ez az önkormányzatok, a 150 önkormányzat között a megállapodás megszületik, akkor ennek a 13,5%-a illetné meg Pécset. A javaslatot tehát a gazdasági bizottság támogatja, a döntést azonban majd csak a közgyűlés hozza meg. Az érintett három megye 150 önkormányzatával június végéig kellene megkötni a teljes körű megállapodást, és akkor a régió már úgy léphetne az illetékes minisztérium elé, hogy itt a felosztás módja már készen van, és kérik e szerint kialakítani a készülő rendeleteket. Május 31-én volt a társasági adóbevallások benyújtási határideje. Most már a feldolgozás tapasztalatairól is beszélgethetünk. Stúdiónk vendége Iváné dr. Kamarás Zsófia, az APEC Baranya megyei igazgatóságának adóbevallási osztályvezetője. Szeretettel köszöntöm. Hány bevallás érkezett eddig, mit lehet erről mondani most, és az erre kötelezettek hány százaléka küldte be? Körülbelül 10 000 társasági adóbevallás érkezett be a mai napig, illetve a határidőig. Ez az általunk várt bevallásoknak mintegy 85-86%-a, és már most mondanám, hogy a bevallások bevallási aránya körülbelül megegyezik az előző évek tapasztalataival. Melyek a tipikus hibák, amik előfordulnak? Hát a társasági adóbevallásoknál nehezen tudnék tipikus hibát mondani, ezek a legbonyolultabb bevallások, ezeknek a hiba aránya szokott a legmagasabb lenni, adott esetben a 80%-ot is megközelíti, ezek apróbb hibák, a legtipikusabb dolog, ha valaki nem írja alá az adóbevallását. Mi történik a hiba felfedezése esetén?
Sok-sok munkát jelent ez elsősorban nekünk, mert a bevallások adattartalmának a felrögzítése után azok az ellenőrző programok lefutnak, amelyek egyébként az adózók rendelkezésére is állnak a bevallások hátlapjain, és akkor megpróbáljuk az esetek túlnyomó többségében az adózók nélkül ezeket az összefüggés hibákat kijavítani. Abban az esetben, ha nem boldogulunk el az adózó által közölt adatok segítségével, akkor természetesen levélbe értesítjük, vagy telefonon az adózót, és együttesen fogjuk kijavítani a hibát. Maradva még egy kicsit a hibakeresésnél, melyek azok az idei évben bevezetett módosítások, újdonságok, amelyek a legtöbb problémát okozták? Hát igen, úgy gondolom, hogy erről beszélnünk kellene. 1998. június 16-án a cégbejegyzésekkel kapcsolatban új törvényi szabályok jelentek meg, ezek az adózás rendjéről szóló törvényt is módosították. Bizony nem igazán tudják még teljes körűen az adózók, és sokszor sajnos a könyvelők sem, hogy az átmeneti időre a bejegyzésig létrejövő előtársaságnak önálló társasági adóbevallást kell adnia. Tehát azok a szervezetek, amelyek ezt követően jöttek létre, és 1998. december 31-ig a cégbíróságon bejegyzést nyertek, 2 darab társasági adóbevallást kell adniuk. Na hát ez a legtipikusabb hiba, hogy ezt általában nem tudják, és ezt a két időszakot összevonják az adózók. Az alapítványokra, non-profit szervezetekre vonatkozóan is történtek változások, módosítások. Mennyire vették ezt figyelembe az érintettek? Egész pontos adatot még nem tudunk ezzel kapcsolatban mondani. Valóban a törvénymódosítás következtében 1998. január 1-től ezek a szervezetek, én is gyűjtőfogalomként társadalmi szervezetnek nevezném őket, a társasági adó alanyaivá váltak. Ez azt jelentette, hogy február 15-én az éves úgynevezett hármas bevallásukban egy nyilatkozatot kellett volna tenniük arról, hogy az elmúlt évben nem volt társasági adóköteles bevételük, illetve jövedelmük, vagyis nincs társasági adó fizetési vagy bevallási kötelezettségük. Ebben a körben szeretném felhívni ezeknek a szervezeteknek a figyelmét, hogy vagy ha elmulasztották ezt a nyilatkozatot a másik bevalláson, társasági adóbevallást kellett adniuk május 31-én, vagy pedig ha csak valóban a nyilatkozatot mulasztották el, vagyis nem volt társasági adóköteles tevékenységük, akkor tekintettel az idei első évre, hogy ez még nem volt, az adóhatóság lehetőséget ad ezeknek a szervezeteknek, hogy akár egy hozzánk írt levélben, de nagyon gyorsan, nagyon sürgősen ezt a nyilatkozatot pótolják, és akkor ezt a pótlólagosan megtett nyilatkozatot mi elfogadjuk hatályos társasági adó nyilatkozatként. Érdemes erre odafigyelni, tehát az alapítványok, illetve non-profit szervezetek, akik még nem nyilatkoztak, mindezt megtehetik az APEC Baranya megyei szervezeténél is, tehát Pécsett, akár egy hozzájuk önökhöz intézett levélben is. Igen, ahol feltétlen írják föl az adószámukat, mert ez az ő személyi azonosítójuk. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves nézőink, a Mérleg új kiadásával, friss hírekkel az esti hírórában jelentkezünk. A műsorral kapcsolatos észrevételeiket továbbra is a képernyőn látható címre várjuk. Most kérem tekintsék meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara aktuális információit.
Köszöntöm a tévénézőket. A mai nap a budapesti értéktőzsdén az árfolyam esés volt a jellemző, jelenleg a Bux Index 101 pont mínuszban 6441 pontos értéken áll. A vezető papírok kivétel nélkül estek, a MATÁV 1335, a MOL 5930, az OTP 10270, a Richter 9600 forintos árfolyamon áll. A nap egyértelmű vesztese a tegnapi nap egyértelmű győztese a Filaxi, amely 180 forinton áll. A nyertesek közül igazából nem lehet jelentősebbeket felsorolni, ugyanis a pozitív, hogyha már egy árfolyam mai nap folyamán nem negatív irányba mozgott, ez például a Fotexnél 94 forintos árfolyamon figyelhető meg. Igazából a napra az volt a jellemző, hogy a nyitástól kezdve folyamatos volt az eladói nyomás, és ennek hatására folyamatosan és stabilan csökkentek az árfolyamok. A piac véleménye szerint a külföldiek nem elégedettek a kormánynak a gazdaságpolitikájával, és aktívabban várták a kormány beavatkozását a makrogazdaságba. Ez úgy tűnik, hogy nem történt meg, és erre irányuló nyilatkozatok szerint egyelőre nem is fog megtörténni, és ennek hatására egy erőteljesebb eladásba kezdtek. Jelenleg ez is tart, ez jól mutatja, hogy Londonban is folyamatosan csökkennek a magyar papírok árai. Jelenleg a londoni árak megközelítik a hazai árakat, de a nap elején még a londoni árak a budapesti árak alatt voltak. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.